Jó estét kívánok! A hírek 7-kort a Sárvári Televízió szombat esti közéleti magazin műsorát látják advent 4. hétvégéjén. A következő percekben az elmúlt napok legfontosabb sárvári történéseiről készített képes tudósításokkal, helyi vonatkozású sporthírekkel és programajánlókkal jelentkezünk. Műsorunk elején nézzük december 17-i adásunk képes tartalomjegyzékét. Személyi kérdések és rendeletmódosítások az idei utolsó soros képviselőtestületi ülés napi rendjén. Ezüst vasárnap délutánján a Sárvári Fotóklub lobbantotta lángra a postatéri adventi koszorú 3. gyertyáját. Advent 3. hétvégéjén folytatódott a Nádasdy Ferenc Múzeum rendezvény sorozata is. Nagy sikerrel lépett fel a Sárvári Mazsorett együttes 6 csoportja az idei évzáró gálán. A Vasi Soulwave zenekar koncertjére megtelt a postatér. Bartanics Fanni élménybeszámolója 10 latin-amerikai országot érintő hátizsákos utazásáról. Sajtótájékoztatót tartott az MSZP Híd a Jövőnkért Egyesület önkormányzati képviselőcsoportja. Trollok, szörnyek és más képzeletbeli lények is megjelentek Popella Dóra és Kondor Tamás közös tárlatán. Megnyílt Gulicska Lőrinc Dharma meditációs képek című tárlata a Danubius Hotel halljában. Kondor Botár dobogós helyezést ért el a Bukarestben 5. alkalommal megrendezett Riposta Vívó kupán. Csütörtökön tartotta idei utolsó soros ülését a Sárvári Képviselőtestület, ahol több személyi kérdés is napirendre került. Jóváhagyták a köznevelési intézmények állami működésbeadásával összefüggő megállapodást, és rendeletet alkottak az átmeneti gazdálkodás szabályairól is. A Sárvári Tankerületi Központtal kötendő napirendek előterjesztője Márti Vadar alpolgármester volt. 2017. január 1-től az állam nem csak a fenntartója, hanem a működtetője is lesz a Nádasdy és Gárdonyi általános iskoláknak, valamint a Koncz János alapfokú művészeti iskolának. Ezért az állami működtetésbe vétellel összefüggő személyi létszám átadását, vagyon, jogok és kötelezettségek átadását, átvételét több megállapodásban kellett rögzíteni. Az erről szóló előterjesztéseket egyhangú döntéssel fogadta el a testület. A dokumentumokat Rozmán László tankerületi igazgató és Kondora István polgármester látta el kézjegyével. A megállapodások értelmében az iskolák 16 technikai dolgozójának munkáltatója a tankerület lesz, az iskola épületekre vagyonhasznosítási szerződést kötött az önkormányzat, a tankerületi központnak helyet adó Dózsa utcai épületre pedig használatba adási szerződést. Rozmán László tankerületi igazgató köszönetet mondott az önkormányzat segítőkészségéért, és azért, hogy egy gyönyörűen felújított épületben kezdhetik meg a munkát. Az átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló rendeletet a mindennapi folyóügyek intézése érdekében kellett elfogadni, mondta a Kondora István polgármester a következő napi rend tárgyalásakor. A közterület használati díjak 3%-os emeléséről is döntött a testület a fogyasztói árindex változásra tekintettel 2017. január 1-i hatállyal. A szociális ellátásokról szóló rendeletet is módosították. Erre azért volt szükség, mert az egyes szociális támogatások esetén a jogosultsági jövedelemhatárok 2015. március 1-e óta nem változtak, viszont a jövedelmek növekedtek. A testület úgy döntött, hogy az alapjogosultsági jövedelemhatárokat 10, illetve 20%-os mértékkel megemeli. Zárt ülésen döntöttek arról, hogy továbbra is Vancsora Miklós látja el a Sárvári Gyógyfürdő Kft. Ügyvezető igazgatói posztját 2017. december 31-éig. A Sárvártáfő Kft. Ügyvezetőjének, Tang Gergőnek a vezetői megbízatását is meghosszabbították további fél évvel 2017. június 30-áig. Ünnepi hangulatban ért véget a testületi ülés. A Sárvári Járási Vöröskeresztes kórus éneket Stíber Józsefné vezetésével karácsonyi dalokat, majd Kondora István polgármester osztotta meg ünnepi gondolatait a város lakóival. Mindenki
amennyire tud legyen boldog. Mindenkinek szép ünnepeket kívánok, a sárváriaknak, képviselőtársaimnak, munkatársaimnak, és a valóban az új év reményei mindannyiunkat érintsenek meg olyan mélyen, hogy a reményből végül cselekvés és tett legyen mindannyiunk közös örömére. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, mindenkinek szép és áldott karácsonyt kívánok, és a boldogság nem jön, a boldogságot nekünk az új évben várni kell, tenni kell érte, és elő kell állítani közösen. Ezüst vasárnap délutánján a harmadik gyertya lángja is fellobbant a postatéren. Az adventi rendezvény sorozatban ezúttal a Sárvári Fotóklub, valamint az Apnoé zenekar adott ünnepi műsort. Advent harmadik vasárnapján ismét ünnepi fényekbe öltözött az igazi közösségi helyszínné váló postatér. Több száz sárvári polgár, kicsik és nagyok élvezték a karácsonyvárás hangulatát. Ismerősökre akadva beszélgettek, poharazgattak, magukba szippantották a jellegzetes karácsonyi fűszerek, a fahéj és a szegfűszeg illatát. Az adventi koszorú harmadik gyertyáját ezúttal a Sárvári Fotóklub tagjai gyűjtötték meg, akik rendhagyó, vetített, képes, zenés, verses műsorral kedveskedtek a közönségnek. Ez egy közös gondolkodásnak a végeredménye volt ez a mai produkció, ami a slideshowból állt, a fotoklub képeiből egy kis zenei alapfestés, egy kis vers, egy kis szöveg, néhány gondolat, és utána tényleg azt szerettük volna, hogy még inkább jön ki az, hogy ez egy fotoklub, nem pedig egy másik fajta csoport, aki más csinál. Ezért arra gondoltunk, hogy lefényképezzük a közönséget. Elkezdtük a színpadon, a lent lévő közönséget fotóztuk, és nem fordítva, mert ugye általában azt szokták fotózni, aki a színpadon van. Most megfordítottuk, mi fotóztuk azokat, akik nézik néznek a színpad felé. És a felajánlásunk még az volt ugye, hogyha egyszer már advent és karácsony, akkor lefotózunk minden gyerkőcöt itt a két embernél, amit a honlapunkon majd megtekinthetnek, le is tölthetik, és ez egy ajándék. A mézes kalácsok mellé, amit viszont a lányok sütöttek még húzva. Az én lovam csárda előtt. Ezt követően az Apnoé zenekar Binde bácsi bundája című interaktív gyermekműsora következett. Alapvetően ez a zenekar egy rock banda, de a zenekar nagyon szeret akusztikusan játszani, és hát mi más lenne a legjobb alkalom akusztikusan játszani, mint hogy a gyerekeknek játszani, és hát ezért aztán született gyerekkoncert, most már kettő is. Saját önjellemzésük szerint az Apnoé műsorában együttműködik tradíció és innováció, hagyomány és megújulás. A régiből építkezik, de mai tartalmakat hordoz. Rock'n'rollba oltott sűrű csárdás, kurucfánki és pszichedelikus legényes, száz éves dallamok, valamint kortárs tánczene fonódik össze lüktető egészé. Ezt behatárolni nehéz is, mert ez nem világzene, nem rockzene, nem csak rockzene, nem népzene. Nagyon sok számnak az alapja az a népzenéből táplálkozik. Eleve a zenekar egyik frontembere alapvetően egy népzenész, táncházi muzsikus volt nagyon sokáig, és így keveredett ide ebbe a bandába. És hát, hogyha definiálni kellene, hogy ez micsoda, akkor inkább power folk. Így, ez lehet a definíció, megfelelő definíciója ennek a zenekarnak, hogy milyen stílust játszik. A Binde bácsi bundája egy zenés, interaktív gyermekműsora az Apnoé zenekarnak. Ami arról szól, hogy Binde bácsi egy magányos pásztor ember, és hát ugyebár ilyenkor télen a pásztorok
mit csinálnak, nagyjából otthon tengetik a napjaikat, és Binda bácsi kap ajándékba egy bundát, de nem tudja, hogy kitől, és aztán innen indul a kálváriája annak, hogy keresi Binda bácsi, hogy vajon kitől kaphatta meg a bundáját, és megy egészen Magyarlaktól Nagykarácsonyig és vissza, és közben találkozik a Mikulással, a Lucázókkal, a Betlehemesekkel, jókat mulatnak közben, akár a kocsmába, a többi pásztorbaráttal, és hát így zajlik. És természetesen ebbe bevonjuk a gyerekeket is, illetve a felnőtteket is, mert ők is nagyon szokták élvezni ezeket a koncerteket. Az Advent a Postatéren című rendezvénysorozatot Kondor János, a Nádasdy Vár Művöldési Központ és Könyvtár igazgatója is sikeresnek ítélte. És úgy gondolom, hogy végre megtalálta az igazi helyét, az a kisvárosi léptéket itt a Postatéren tudjuk biztosítani, amit úgy gondolom, hogy már nem kell és talán nem is szabad túllépni. Ugye attól, hogy bensőséges legyen az advent, a várakoznák az ünnepe, ahhoz azért ugye jó arányérzékkel is kell rendelkezni. Tehát nem csak a műsorválasztásban, nem csak a külsőségekben, hanem a méretekben is. Az idei műsorfolyam egyébként a korábbiaknál is szélesebb skálán mozog, és gyakorlatilag az év utolsó napjáig tart. És úgy gondolom, hogy erre valóban igény van. Tehát ez talán rajtunk kívülálló okokból, természetesen ugye nagyon szívesen veszünk részt a szervező munkában az intézmény munkatársaival, de már tavaly is fölmerült, hogy szeretnének szilveszteri rendezvényt is itt a téren, én ezt tulajdonképpen támogatni tudom, és az is igaz, amit mondasz, hogy a hétköznapoknak a sokszínűségét is csak úgy tudjuk elérni, hogyha nem csak ugye, helyi művészeti csoportok lépnek föl, akik természetesen kiváló előadók és nagy örömmel jönnek, de ugye ismertek már, hanem távolabbról, akár országosan ismert művészek fellépése is, ugye ezt jelenti, hogy egy kicsit gazdagítani tudjuk a hétköznapi programokat is. December 18-án aranyvasárnap 17 órakor a Sárvári Nyugdíjas Egyesület tagjai gyújtják meg az adventi koszorú negyedik gyertyáját, ünnepi műsort ad a Fortissimo együttes. Advent harmadik hétvégéjén folytatódott a Nádasdy Ferenc Múzeum rendezvény sorozata is. Ezúttal a Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola növendékei örvendeztették meg a közönséget. A Nádasdy Ferenc Múzeum pompázatos karácsonyfájának tövében izgatottan várakoztak a Művészeti Iskola növendékei advent harmadik hétvégéjén. Az ünnepi műsort ezúttal Szélesi Attila, a Művészeti Iskola igazgatója konferálta fel. A gyermekeink, akik ma fellépnek, sokan közülük talán először játszanak hangversenyt. Még az iskolai nagyteremben sem jártak, és rögtön a város egyik legszebb termében, ebben a több száz éves történelmi falak közt fognak szerepelni, úgyhogy egy keresztmetszetét fogják kapni annak, akikkel éppen dolgozunk most ebben a fél évben. Természetesen a 166 zenészünkből mindenki nem lehet itt. Kicsi és nagy növendékek egyaránt megmutathatták zenei és énektudásukat az ünnepi műsor folyamán. A dísztermet ezen a délutánon is megtöltötték az érdeklődők, hogy együtt várakozzanak az adventi koszorú harmadik, örömhozó gyertyájának meggyújtására. Vidatót Viktória és Hirschberg Henrikné, a Művészeti Iskola tanárai gyújtották meg a harmadik lángot. Minden advent érkezés, átölel egy drága kéz. Minden advent alkalom, győzhetsz saját magadon. Minden advent ítélek, így kellene és így élek. Minden advent ima is. Uram, fogadj be ma is. Minden advent szeretek, Betlehembe vezetek. Köszönd meg hát a csodát, a világ karácsonyát. Advent negyedik vasárnapján Ternák Adrien mond mesét nem csak gyerekeknek a múzeum dísztermében 16 órától. Az ő közreműködésével gyújtják meg az adventi koszorú negyedik gyertyáját.
December 10-én a 21. Mazsorett gálára várta nézőit a Nívó díjas Sárvári Mazsorett együttes 6 csoportja. A gála ünnepi pillanatot is tartogatott Csikos Györgyné művészeti vezetőnek, aki a Vas megyei közgyűlés elnökének emlékérmét vehette át. A Tinódi Gimnázium sportcsarnokában ismét telt ház előtt adta évvégi gála műsorát a Nívó díjas Sárvári Mazsorett együttes. A 21. Mazsorett gálán az együttes valamennyi korosztálya színpadra lépett, hogy színes ruháikban, produkcióikkal elvarázsolják a nézőket. Változatos és látványos programot állítottunk össze, különleges zeneszámokkal, amiben Bodorics Kitti segített a tambur-majorja kristálycsoportnak, és ennek a lényege az, hogy modern számok fúvózenei feldolgozása volt. Most ebből adódóan olyan változatos kéziszereket tudtunk használni, és lendületes, pergős koreográfiát tudtam összeállítani, hogy már a nyitány ezáltal különleges volt. Másképp rendeztük be a tornacsarnokot a túloldalra, most a mászófal oldalára, technikai okok miatt, de a visszajelzés szerint sokkal jobb volt. Kicsit nehéz volt, több próba volt szükséges, hogy a gyerekeket tudjuk mozgatni, de ezáltal sokkal többet tudtak mozogni a közönség előtt, jobban látták egymás produkcióit is, és én úgy gondolom, hogy sokkal jobban is éltek az idén a színpadon ezáltal, hogy a zenei választás más volt, nagyon sok különleges kéziszer volt. És ami lényeges a műsor összeállításánál, hogy az idén most egy olyan követtem, hogy külön kis zenei blokkokat állítottam össze. A bevonulást egy ünnepi pillanat követte. Dr. Kondora Bálinta, megyei közgyűlés alelnöke szólította színpadra Csikós Györgyné, Nívó díjas művészeti vezetőt, akinek nyugdíjba vonulása alkalmából átadta Vas megye közgyűlése elnökének emlékérmét. Csikós Györgyné nagy meglepetéssel fogadta a díjat. Abszolút az emberi erre nem is számít, hogy teszi a dolgát, és én olyan vagyok, hogy szeretek mindent, amennyire lehet tökéletesen csinálni, tökéletes a bár nincsen. És azért lepődtem meg főképp, mert azért ez igen nagy dolog az életemben, ez a nagy változás. És nagyon örülök, hogy dr. Kondora Bálint, akit hozzáteszek, hogy tanítványom is volt, tehát így még nagyobb jelentősége van ennek az elismerésnek, hogy mondta, hogy ez egy új időszak kezdete. Tehát én erre tudatosan is készültem, mint már ezt többször elhangoztattam, hogy most a Mazsorett lesz csak az életemben, mert így azért nagyon sokszor meg kellett osztani saját magamat, de nagyon meghatódtam, és köszönöm. Az idei esztendőt is nagyon eredményesen zárta a Mazsorett együttes. Több országos Mazsorett fesztiválon vettek részt, több kiemelt arany, ezüst oklevelet is nyertek. Kiemelkedő volt az olaszországi összművészeti fesztiválon való fellépésük Monte Catinibe is. Csikós Györgyné, mint mondta, ezek után még nagyobb részt fog életében kitölteni a Mazsorett együttes. A jövő év nagyon fontos lesz a csoport életében, hiszen február 1-én 25 éves lesz a Sárvári Mazsorett együttes. Visszahívjuk a volt mazsoretteket, akik lehetőségük van arra, hogy fel is lépjenek, hanem akkor csak jelen legyenek az ünnepi napokon. És igaz, hogy február 1-e a fordulópont, de mivel ez a műfaj elsősorban nyári, ezért az Országos Mazsorett Fesztivállal együtt ünnepeljük június 1. hétvégén. Nagyon sok ötlet van már, van egy ötletmap, amiben állandóan irogatom, és kolléganőimet is természetesen bevonva Csorba Pál Zsanett és Krajcár Zsanettet, és rajzpályázattal elkezdett, nagyon sok minden meglepetéssel készülünk, időben mindenről tudni fog a közönség. A két órás, látványos elemekkel gazdagított Mazsorett show-n az együttes partnerzenekara a Kanona Band is közreműködött. Az est végén Kondora István polgármester elismerését fejezte ki a csapat munkáért, és Csikós Györgyné tudatos pedagógiai közösségfejlesztő munkájáért. A Vasi Soul Wave zenekar volt az Advent a Postatéren című rendezvény sorozat december 9-i vendége. A népszerű együttesnek, mely bejutott a Dal című verseny televíziós válogatójába, Gócán Gábor révén sárvári tagja is van. A szállán, a nyári éve, kék a hol, a vállad
A Soul Wave zenekart 2007-ben alapította Fodor Máté énekes és Huszár Ádám gitáros körmenden. Első nagy lemezüket 2010-ben készítették el angol nyelven. Ezen a lemezen már érezhető volt a rock and roll és a blues hatása, amely fontos eleme lett a Soul Wave hangzásának. Mivel a lemez nem hozta meg a várt sikert, ezért a zenekar átmenetileg szüneteltette működését. Miután Fodor Máté hazatért külföldről, 2012-ben újraélesztette a zenekart, több hazai és külföldi koncert után egy svéd kiadó jelentette meg az együttes új lemezét 1975 címmel, amely utalás a dalokban felelhető korabeli hatásokra. Ezeket a dalokat már játszották az MR2 Petőfi rádióban is. Ezt követően a zenekar külföldön is több helyütt fellépett, illetve bemutatkozhatott hazai fesztiválokon, vezető klubokban. 2014-ben első tévés szereplésük a Magyar Televízió Szerencse Szombat című műsorában volt, majd a Petőfi Rádió MR2 Akusztik című élő rádiós műsorában is felléptek. A hazai érdeklődés megnövekedésével a zenekar megjelentette első magyar nyelvű dalát Szélcsend címmel, amely szintén a Petőfi Rádióban debütált és végül a slágerlista 27. helyéig jutott. Legújabb sikerük pedig az, hogy bejutottak a januárban induló dal 2017 című televíziós műsor 30-as mezőnyébe. Az az igazság, hogy a menedzsmentünket értesítették az elmúlt napokban, hogy bekerültünk, ugye már megvolt a sajtótájékoztató is erről. Hát megmondom őszintén, hogy egyrészt meglepődtem, szerettem volna, hogy bekerüljön a zenekar, és bíztam is benne, hogy így lesz, viszont tényleg azt éreztem, hogy most ez az egész évünk olyan fantasztikusan sikerült, hála Istennek, hogy ez tényleg így feltette a koronát erre a 2016-os évre, úgyhogy abszolút pozitív dolog ez számunkra, és hát nyilván mindent meg fogunk tenni, hogy jól szerepeljünk. Még egy ugrás visszafelé, egyáltalán kinek az ötlete volt, hogy jelentkezzetek? Ez közös elhatározás volt, tehát igazából adta magát, hiszen dalok versenyeznek, mi szeretünk jó dalokat írni, úgyhogy ez volt az alapja. Annak éljünk, hogy lesz majd még egyszer, elképzett hajnalból valódi reggel. A zenekar a Szélcsend című szám sikerén felbátorodva a múlt évben kisebb stílusváltáson esett át. Egyrészt egy kicsit líraibb, játékosabb dallamvilágot jelenítenek meg, másrészt pedig magyar nyelven írják és adják elő számaikat. Az az igazság, hogy már a korábbi lemezeinken is voltak hasonló stílusú dalok, akkor valóban túlnyomó részt, hát ilyen rock'n'rollosabb számok voltak, hogyha fogalmazhatok így, és... Ugyanezt a tendenciát azért próbáljuk most is folytatni, tehát most is azért, talán hogyha hallottad a koncerten, vannak olyan magyar számok, amik pörgősebbek. Most ez a két dal egy kicsit így ebbe az akusztikus irányba vitt el minket, vagy ezt mutatta meg, de szerintem azért próbálunk egy változatos zenei világot képviselni. Nem csak a zenéje játékos, hanem a szövegek is, tényleg ezek olyan kis lírai kis versecskék, tehát ez a te lelked? Hát köszönöm a kérdést. Igen, valószínű, hogy ilyen gondolatok fogalmazódnak meg bennem. Nyilván azért elég nagy figyelmet fektetek arra, hogy rendben legyenek a dalszövegek, tehát nem szeretném, hogyha gicsbe fordulnának át esetleg. Tehát azért ezzel nagyon sokat foglalkozunk, de próbálok, illetve hát szeretnék azért őszintének vagy önazonosnak hatni ezekben a dalszövegekben. A zenekar basszusgitárosa a Sárvári Gócán Gábor, akit korábban már más formációkban megismerhettünk. Korábban a Lunchboxban játszottam, ahol mostani dobosunkkal, Holdasi Attival együtt, mikor üresedés lett a Soul Wave-ben, akkor rajta keresztül ő kérdezte meg, hogy jönnék-e, és így alakult a dolog. Mennyire illik ennek a zenekarnak a stílusa hozzád? Igazából meghallgattam, mielőtt beléptem, hogy ez nekem fekszik-e. Elsőre kicsit távolabb állt tőlem, viszont most az utóbbi egy évben annyira hozzám nőtt, és annyira értem, hogy miről szól, hogy most már nagyon imádom. A 2017-es év terveiről szólva elmondták, hogy természetesen most a januárban induló dalvetélkedőre helyezik a fő hangsúlyt. Ez az első, tehát a dalon szeretnénk most nagyon jól szerepelni.
És ezen felül egyébként szeretnénk, hogyha jövőre ki tudnánk adni egy nagy lemezt, ami nyilván nagyon nagy munka, de ez szerintem a jövő évben bele fog férni mindenképpen. Fesztiválokra szeretnénk eljutni, amihez egyébként ez egy nagyon jó referencia, hogy a dalban ott vagyunk, és ezzel megcélozzuk majd a nagy fesztiválokat. Nagyon reméljük, hogy jövőre ott leszünk a legtöbben. Illetve egy saját turnét, talán ez jövő ősz körül, tehát amikor saját magunk csinálunk bulikat, jövő évre egyelőre ezek a tervek. Trollok, szörnyek és más képzeletbeli lények is megelevenedtek Popella Dóra, média design művész és Kondor Tamás, grafikus művész közös tárlatán a Galéria Árcizban. A kiállítást Dabóczi Dénes művészettörténész nyitotta meg. A fiatal sárvári művészpár számos országban szerzett tapasztalatot és több helyütt is kiállítottak már. Így érkezett el a Galéria Árcizban való bemutatkozás lehetősége, mivel minden évben egy-egy alkalommal pályakezdő, helyi alkotók kapnak teret, mondta Kondor János, művelődési központ igazgató köszöntőjében. A nagy érdeklődéssel kísért kiállításon határozott kontúrral megrajzolt, bolyhós, puha testű fantázialények egész sorozata foglalt el az egyik termet. A fantázia szülte őket, de nem a sötét fantázia. Látszólag mentesek a rossztól, a gonosztól. Egyszerűek, ormányszerűen ábrázolt fejükkel, nagy, teszelít szemeikkel, inkább kedvesek, meseszerűek. Hasonlóságuk ellenére egyediek, karakteresek. Avatta be a közönséget Popella Dóra trolljainak világába a tárlatot megnyitó Dabóczi Dénes művészettörténész. Kondor Tamás művészetesen nélkülözi a hétköznapi történeteket, a humort, az iróniát, sőt a groteszket sem. Gondoljunk csak animációs filmjeire és képregényeire. Ugyanakkor fontos szerepet játszik műveiben a klasszikus mitológia, szólt a másik kiállítóról Dabóczi Dénes. A kiállítás grafikáit nézve adódik a felvetés, hogy az alkotás szabadságával bíró autonóm művészek esetében létezik-e még feladat és küldetéstudat. Első körben magam szórakoztatására dolgozok, és aztán amikor összegyűlik egy olyan anyag, amit úgy gondolom, hogy esetleg mások számára is érdekes lehet, akkor gondolom úgy, hogy megérett egy kiállításra való anyag. Egy bizonyos szint fölötti alkotás, egy alkotói tevékenység, az feltételez egy ilyen küldetés tudatot. Mindenképpen kell valamifele haladjon az adott alkotó művészete. Mindenképpen van a művésznek egy küldetés tudata, de azonban önző is egy valamilyen módon, hiszen önkifejezésre vágyik, mindenképpen képeket szeretne alkotni, és természetesen másfelől meg szeretné, hogyha ezek a képek olyan minőségben készülnének el, hogy az a befogadónak is tetszen. Az én önreflexív képeim, hogyha például ezekre gondolok, ezek tényleg így belülről jönnek, tehát ez tényleg valóban kicsit inkább magamnak, de nyilván, mivel illusztrálok is, sokszor használjuk ezt versek alapján fel ezeket a figurákat. Szóval mindkét dolog megvalósul, úgy gondolom. Mindkettőjükre jellemző a kitűnő rajztudás, legyen szó autonóm művekről vagy alkalmazott grafikáról. Más médiák, mint film, videó vagy kibernetikai tér használata. Épp úgy otthonosan mozognak a valóságban, mint a virtuális valóságban, bár a mérvadó az előbbi. És amit mindenképpen ki kell emelni, ez a sokrétű kreativitásuk és frissesség, az új akarása. A galéria két hátsó termében a két alkotó külön mutatkozik be. Közös térben alkotnak, de nem közös projekteken. Konkrétan közös projektek nincsenek, inkább csak egy légtérben alkotunk, ami így passzív módon kihat az alkotásokra mind a két oldalról, tehát egy ilyen kis szimbiózis kialakul hosszú távon. Ugyanakkor a munkák között nincs közvetlen kapcsolat. Hát nem tudom a jövőben, hogy lesz-e közös projekt, de ezt általában, hogyha adódik olyan lehetőség, amiben mind a ketten együtt fantáziát látunk, akkor el tudom képzelni. De ilyen termünk nincsen konkrétan. De van benne fantázia? Hát természetesen. Például van a Metamonster-es kiállításon mind a ketten részt vettünk, és mind a ketten ugyanarra a szövegre alkottunk. Úgyhogy például ez egy ilyen közös projekt, de igazából mind a kettőnknek a képe teljesen más.
ezen például tetten érhető ez a közös térben alkotás. A kedves halálbogarak, madarak és fantasztikus filmek szörnyeit megszégyenítő Metamonsterek 2017. január 15-éig tekinthetőek meg a Galéria Arcisban. Sajtótájékoztatót tartott az MSZP Híd a Jövőnkért Egyesület önkormányzati képviselő csoportja a testületi ülés után. A két politikus visszatekintett Sárvár 2016-os esztendejére. Szabó Lajos, az MSZP Híd a Jövőnkért Egyesület önkormányzati képviselője szerint a karácsony előtti időszak jó alkalmat kínál a visszatekintésre, az értékelésre és a tervezésre. 2017 az legyen a reményéve, a beteljesülő reményé, ami elhozza nekünk Sárvárra azokat a forrásokat, amelyből meg tudjuk építeni a régen várt sportcsarnokunkat, ami szintén hozzá tud járulni Sárvár kulturális fejlődéséhez. Rendbe tudjuk tenni városunk útjait, és nagyon sok szép élményt tudunk adni az önkormányzati eszközökkel élve Sárvár város lakóinak, függetlenül attól, hogy most éppen ki irányítja a várost, és ki van úgymond ellenzékben. Mert ezt így most értelmezni nem lenne időszerű az ünnepek alatt. Én kívánok mindenkinek nagyon békés, boldog karácsonyi ünnepeket, és sikerekben gazdag új évet. Németh Zsolt önkormányzati képviselő arról szólt, hogy advent idején elgondolkozunk karácsony üzenetén, ami mindenkinek más és más. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a karácsonynak vannak örökérvényű üzenetei. Ilyen a törődés, a tisztelet, az egymás iránti türelem, mások megértésének szándéka és az önzetlenség. Azt gondolom, akkor jó maga az ünnep, ha a betlehemi istálló fényei nem csak ránk, hanem mindenkire egyformán ragyognak, és ennek mindenki kellőképpen tud örülni. Az egészség egy különösen fontos tényező, és azt kívánom a sárvári polgároknak, hogy nagyon jó erőben, egészségben, és természetesen áldott békességben tudják megünnepelni a karácsonyt, és nagyon sok sikerben legyen részük 2017-ben is. Németh Zsolt képviselő végezetül elmondta még, karácsony idején a békességet mindenkinek saját magának kell megteremtenie szűkebb és tágabb környezetében. Bartanics Fanni egy évig volt úton Latin-Amerikában, és hátizsákkal járt be több mint 10 országot. Az út célja az önmegvalósítás, az önmegismerés, a félelmek leküzdése és a kaland volt. Élményeiről Németh Zsolttal, a Híd a Jövőnkért Egyesület elnökével beszélgetett. Néhány nappal Mexikóból való hazatérése után látogatott Bartanics Fanni utazó blogger Sárvára a Híd a Jövőnkért Egyesület meghívására. Az est kezdeteként a házigazda Németh Zsolt elnök kérdezte élményeiről, majd vetített képes előadás keretében mesélt egyéves, kalandokban bővelkedő útjáról a fiatal utazó. Az inspiráció tulajdonképpen onnan jött, hogy sosem tudtam egy helyben maradni, és Európában egy kicsit úgy nem találtam a helyemet. Igyekeztem megfelelni az itteni elvárásoknak, de nem éreztem jól magam, rengeteg munkát vállaltam, rengeteg országban éltem, de rájöttem, hogy nekem ennél több kell, és akkor így indult ez az egész, hogy világot látok, megtaláljam a kis helyem. A világ mely pontjára esett a választás? Latin-Amerika, többek között azért, mert mindenki Ázsiába indul először, és nem szeretek a tömeg része lenni, ezért választottam Latin-Amerikát, és a spanyol nyelv miatt, mert tanultam nagyon régen, valamennyire meg is értettem magam, de ez az egy év, ez kellett, hogy most úgy tudjam beszélni nyelvet. Kivel vágott neki ennek az utazásnak? Egy francia barátnőmmel indultunk el, 4 hónapig együtt is utaztunk, és Kolumbiában ketté váltak az útjaink, és ő visszajött Európába, én pedig utána még 8 hónapon át folytattam. Milyen országokat érintett ez az utazás? Először Karib-szigetekre érkeztem, és akkor a Dominikai Köztársaságon töltöttem egy hetet, majd innen mentem át Hondurasba, Közép-Amerikába, és innen délre, tehát Nicaragua, Costa Rica, Panama, utána Dél-Amerikában Kolumbia, Peru, itt volt elég a hidegből, és akkor utána jöttem föl Mexikóba. Milyen járművel, milyen eszközökkel folyt az utazás? Mindennel, ami létezik, tehát gyalog, hajóval, autóval, repülővel, busszal, minden, amit el lehet képzelni, még motort is sikerült stoppolnom útközben.
Azért ezek az országok nem tartoznak a világ legveszélytelenebb helyei közé, sőt, van, amelyik a legveszélyesebbek között van. Egy nőnek mennyire volt ez bátor vállalkozás? Mindenki azt hiszi, hogy sokkal nehezebb egy nőnek, de én úgy gondolom, hogy nőként azért volt egyszerűbb, mert mindenki megsajnál, és szegény kislány egyedül utazik, és inkább segítenek. Tehát persze nem veszélytelen, nem ajánlanám mindenkinek, és én is hoztam olyan döntéseket, amivel most már talán nem értenék egyet, de akkor nem éreztem veszélyesnek. Bartanics Fanni utazó számára sok-sok kalandja és élménye közül a Machu Picchu volt a legemlékezetesebb és a leglenyűgözőbb. 5 napos, 75 kilométeres gyalogtúra után érkezett meg a 4600 méteres csúcsra. A látnivalókon túl nagy szeretettel és hálás szívvel mesélt a latin-amerikai emberekről, akik befogadták maguk közé. Hát én inkább otthon érzem magam Mexikóban, meg ebben a latin környezetben, mert persze sok minden van, amivel nem tudtam azonosulni, de barátságosabbak, segítőkészebbek, és azt tanultam meg, hogy igenis lehet örülni annak is, ami van, és nem csak hiányolni kell azt, ami nincs. Akkor úgy veszem ki a szavaiból, hogy esetleg lesz folytatása ennek az útnak. Mindenképp. Nem is tudtam volna úgy hazajönni, hogy nem tudom, mikor lépek le újra. Tehát megyek vissza Mexikóba, igen, mert most karrierépítésen lesz a hangsúly, és ott találtam meg az új otthonomat. Új hivatásra is lehet Mexikóban Bartanics Fanni, aki a tenger szerelmese lett. Megtanult búvárkodni, és búvároktatóként fog a jövőben dolgozni a Karib-tenger partján. Kalandjai a My Seven Words blogon keresztül követhetőek. Megnyílt Gulicska Lőrinc Dharma meditációs képek című tárlata a Danubius Hotel halljában. A kiállítás január végéig látogatható. Gulicska Lőrinc Cegléden született, a közgazdasági szakközépiskolában érettségizett, majd Nagy László Lázár mellett tanulta a címfestést és a fametszést. A szegedi Juhász Gyula tanárképző főiskolán diplomázott rajzszakon, ezt követően a Losonczy István iskolában tanított rajzot és testnevelést. Cegléden élek, ott tanítottam 39 éven át egy gyógypedagógiai iskolában rajzot, és tulajdonképpen rajzszakot végeztem. Ebből maradt az, hogy most, amikor már elmentem nyugdíjba, akkor intenzívebben kezdtem el a festéssel és a rajzolással foglalkozni. A Dharma sajátos műfaj. Hasonlít a mandalához, ám mégsem az. A kiállított színes képek akril technikával készültek, míg a fekete-fehérek szabad kézitól rajzok. 2001-ben csináltam minden nap egyet, és ez 600 napon át, akkor én azt mandalának neveztem, mert egy könyvben azt olvastam, hogy ez a mandala készítés, ez jól hat az emberre, és akkor már azt éreztem, hogy ez nem igazán mandala, mert teljesen más dolgok is jönnek bele, mint a szabályos formák, és mostanság kutatva egy dharma kifejezést találtam, ami jobban kifejezi, gyakorlatilag ez egy szanszkrit szó, és nagyjából azt jelenti a fordításnál, hogy a dharma az, ami az élet értelme, amiért leszülettünk a földre. Nagyjából így foglalták össze. És ezekben a képekben gyakorlatilag mindenki megtalálja a belső világát. Ez azt jelenti, hogy egy alkotónak ezek szerint sok darmája van, de mindenkinek megvan a sajátja? Úgy néz ki, hogy nekem sok darmám van, és mindenkinek létezik egy sajátja, de azt mondják egyébként, hogy a darma kifejezés az nem csak az emberre, hanem sok mindenre, mindennek és mindenkinek van darmája. Érdekes módon. Az alkotó szerint a dharma a pillanat művészete. A végső forma, a színvilág az alkotás menete során alakul ki. Amikor leülök egy képet megszerkeszteni, megrajzolni, akkor gyakorlatilag a fekete-fehér képeknél is például szinte vonalanként látom magam előtt, hogy mit fogok rajzolni, és az előre elhatározott elképzeléseimet teljesen fölborítja. Tehát nem azok készülnek. A színvilágról pedig azt, hogy gyakorlatilag ez is menet közben egy-egy érzésként jön elő. És nem tudom megmondani, hogy miért azt választom. Ez jön, és azt kell csinálnom. Gulicska Lőrinc több szálon is kötődik városunkhoz. Egyrészt hosszú évekig volt Cegléden egy sárvári születési kollégája, másrészt többször pihent már a helyi Danubius Hotelben.
Hát többször voltunk itt nyaralni, és a legutóbbi nyaralásunkkor pont ennek a volt kollégámnak hoztam el megmutatni a képeket a fekete-fehérekből. Akkor olyan 90-valahány darab volt, és miután itt voltunk, azt mondja a feleségem, hogy megkérdezhetném, hogy mindig láttuk, hogy itt vannak kiállítások, hogy meg lehetett egy ilyen kiállítást rendezni, és beleegyeztek, és a mostani időpontra kaptam helyet, és elhoztam. Ez egyébként annyit jelent, hogy a fekete-fehér képekből itten 30 darab van, de jelenleg már a 196-nál tartok, úgyhogy tervezem otthon, környezetben, hát én 200 alatt nem állok meg egy ottani csak a fekete-fehérből egy kiállítást. Gulicska Lőrinc tárlata január végéig látható a Danubius Hotelben. Kedves nézőink, műsorunkat városi programajánlóval folytatjuk. Az Advent a Posta téren rendezvény sorozat keretében ad karácsonyi koncertet Tóth Vera december 22-én, csütörtökön 19 órától. December 30-án, pénteken 17 órától a Sárvári Oratórikus Kórus javára szerveznek jótékonysági malacsütést a Bassziana Hotel teraszán. A Sárvári Oratórikus Kórus természetesen műsort is ad majd. December 30-án, pénteken 19 óra 30-tól a Szent László templomban Dallam hátán, Szelek szárnyán címmel ad adventi koncertet a Maminti színjátszó csoport. December 31-én minden sárvárit közös szilveszterre várnak a postatérre, 22 órától retro diszkó lesz DJ Rennel. A Renault legfrissebb európai normáinak megfelelően teljesen átalakult a szombathelyi Renault márka kereskedés. Európában az első között alakítottak ki egy olyan autószalont, ahol az ügyfél interaktívan tervezheti meg álmai autóját, modern, kellemes környezetben fedezheti fel a Renault és a Dacia legújabb modelljeit. A szervizbe érkező ügyfelek is kulturált körülmények között egy kávé elfogyasztása és szabad internet használat mellett várakozhatnak a szalon saját kávézójában. Új modellekkel bővült a Renault eddigi színes palettája. Megérkezett autószalonunkba az új Renault Scenic és Grand Scenic, amely a teljesen megújult külső mellett számos innovatív vezetéstámogató technológiával is rendelkezik. A klasszikus vonalvezetésű lépcsős hátú Megánnal egészült ki az új Megane család. Az új Megane Grand Coupé harmonikus és elegáns megjelenése magára vonza a tekintetet. Vannak dolgok, melyekért érdemes időben hazaérni. Sága. Márton 1700 éve itt tette meg az első lépéseket. Itt tanult meg járni, és milyen messzire jutott. Lépjünk a nyomába mi is. Márton csak gyerekkorát tölthette Szaváriában. De az biztos, hogy itt tanult meg családban élni. A család otthon. Készült Szombathelyen, Szent Márton szülővárosában. Műsorunkat ma is helyi vonatkozású sporthírrel zárjuk. A sárvári vívó képző versenyzője Kondor Botár dobogós helyezést ért el a román fővárosban, Bukarestben 5. alkalommal megrendezett Riposta kupán. A sárvári vívó képző egyesület 2004 áprilisában alakult, hogy városunkban is lehetőséget adjon azoknak, akik érdeklődnek az egyik leginkább magyar sportág iránt. A nemrég lezajlott bukaresti versenyen Sárvárt és hazánkat két vívó képviselte.
Németh Anna 8 ország 56 vívója közül a 19. helyen végzett. Még az U14-es korosztályban Kondor Botár közel 100 induló közül a 3. helyen végzett. Nagy dolgot jelent számomra, mivel sok év munkája van ebbe, 9 éve, sok versenyen voltam már, ez volt az első ilyen nemzetközi verseny, amin részt vettem. 88 induló volt jelen, és 10 országból voltak résztvevők. Voltak-e hullámvölgyek egy-egy assza után? Hát voltak az elején, azért nem sikerült úgy, ahogy szerettem volna, de aztán utána már a közepe felé meg már szépen jöttek a dolgok. Kiket győztél le? Nyilván a korosztályodnak ott voltak a jelentősebb versenyzői. Hát sok országból vettek részt, legtöbben spanyolok, románok és törökök vettek részt a versenyen. Velük vívtam legtöbbet. A legemlékezetesebb vívása egy spanyol vívóval volt a döntőbe jutásért, amit edzője Horotán Attila szerint jelzi, hogy Botár tehetsége kezd kiforni. Rengeteg munka van benne, heti két edzésünk van, ami ahhoz képest, hogy az eredményhez képest nagyon kevés edzés, mert a vívásban heti 4-5-6 alkalommal kéne edzeni, hogy fit legyen, meg szilágyi áron nyomdokába lépjenek a gyerekek is. A legtöbb olimpiai aranyérmet vívásba szerezte Magyarország. Tehát egy löketet adott, mert jelentkeztek gyerekek, de ezen felül mindenkit várunk, tehát a 6 évestől egész a 70 évesig, tehát bárki jöhet, aki megkedvelné ezt a sportot. A vívás kiemelt sportág, így a Vívószövetség támogatásából ide is jut. A szövetség a kis klubokat is egyre jobban fölkarolja, tehát felszereléseket tudunk kapni, gépeket, amivel tudunk vívni, tehát örülök ennek az egésznek. Hiába volt a jó helyezés, a hazaút nem volt felhőtlen a sárvári sportolóknak. A román hatóságok miatt késtük le a repülőt, tehát hétfőn este kellett volna érkeznünk, ez kedden délelőtti órákban tudtunk érkezni. Sajnos kapukat lezárták, minket nem engedtek tovább, vizsgálatok vagy fegyverek, tehát a román hatóságok miatt nem tudtunk repülni. Sajnos emiatt új repülőjegyet kellett venni. Hála Istennek azt is kaptunk, mert az egész hétre mondták, hogy nincs repülő. Én csak azt mondom, hogy inkább rossz indulat volt, meg a lustosság, a hatóságok nem foglalkoztak, hogy az emberekkel. Két kaput kinyitottak, ahova volt körülbelül 120 utazó, és hát sajnos mi 15-en lemaradtunk, a többieket nem tudom, mert még indult egy pár gép. Sok idő nem volt az utazási emlékekre, hisz a 6 fiatal sárvári vívó Budapesten a Reménység körversenyen már ismét pástra lépett. Aki maga is kedvet kapott a kartforgatáshoz, a koncentrációt és az állóképességet is fejlesztő hagyományos magyar vívósporthoz, azokat szeretettel várják kedden és pénteken 18 óra után a Szent László Katolikus Iskolában tartott edzéseken. Kedves nézőink, műsorunk végén következzenek ismét legfontosabb híreink röviden. Személyi kérdések és rendeletmódosítások az idei utolsó soros képviselőtestületi ülés napirendjén. Ezüst vasárnap délutánján a sárvári fotóklub lobbantotta lángra a postatéri adventi koszorú 3. gyertyáját. Advent 3. hétvégéjén folytatódott a Nádasdy Ferenc Múzeum rendezvény sorozata is. Nagy sikerrel lépett fel a sárvári mazsorett együttes 6 csoportja az idei évzáró gálán. A Vasi Soulwave zenekar koncertjére megtelt a postatér. Bartanics Fanni élménybeszámolója 10 latin-amerikai országot érintő hátizsákos utazásáról. Sajtótájékoztatót tartott az MSZP Híd a Jövőnkért Egyesület önkormányzati képviselőcsoportja. Trollok, szörnyek és más képzeletbeli lények is megjelentek Popella Dóra és Kondor Tamás közös tárlatán. Megnyílt Gulicska Lőrinc Darma meditációs képek című tárlata a Danubius Hotel halljában. Kondor Botár dobogós helyezést ért el a Bukarestben 5. alkalommal megrendezett Riposta vívókupán. Kedves nézőink, Hírek 7-kor című műsorunk december 17-i adását látták. Új pénteki mozaikkal december 23-án jelentkezünk.
Idei utolsó híradónkat december 24-én láthatják, ezen a napon karácsonyi műsorral is jelentkezünk. Kérem, tartsanak velünk akkor is, műsorainkat megnézhetik weboldalunkon, a www.sarvartv.hu-n, kövessenek bennünket a Facebookon is, a viszontlátásra!